Március 8-tól elérhető hazánkban az HBO Max, amely akár el is hozhatta volna a streaming kánoánt, de az egyelőre egy kicsit odébb van még, ha már látjuk is a fényeket. Végre itthon is elérhető lett az HBO Max, amely leváltotta az ezer sebből vérző, minden tekintetben idejét múlt HBO go hogy megmutassa, hogy kell kinéznie egy hazánkban nagy múltal rendelkező prémium csatorna streaming szolgáltatójának. Nos, az ugrás óriási, de van még hová fejlődni. Miután az HBO Max szűk két évvel ezelőtt elindult Amerikában, vágyakozva néztük a híradásokat, vagy VPN-en keresztül magát a szolgáltatást és annak kínálatát, ami ugyan a külföldi felhasználók körében vegyes fogadtatással lelt, mégis jóval flottabb, minőségibb és megbízhatóbb online platformnak tűnt, mint a bő tíz évvel ezelőtt indult és a mai napig azon a színvonalon működő HBO Go. A Max pedig most végre megérkezett hozzánk is, és valószínűleg el is dobnánk tőle az agyunkat, ha mellette nem nyüstölhetnénk évek óta olyan felületeket, mint amilyen a felhasználó élményben is a csúcsot jelentő, a Netflix. A Go után természetesen a Maxis olyan érzés legalábbis elsőre, mintha egy leszuperált népautóból hirtelen átülnénk egy vadi új luxus verdába. Használt eszköztől függetlenül a kezelőfelület dizájnos és jól áttekinthető, változatos felépítésű csempékből, izgalmas gyűjtésekből áll. A tartalma kezelése is pofon egyszerű. Értsd, az adatlapokra kattintva vagy elindítod, vagy felrakod őket a vaslisztedre. Sorozatok esetén könnyedén tudsz keresni az évadok és azokon belül az epizódok között, és akár teljes sorozatokat, vagy akár csak epizódokat is felrakhatsz a saját listádra, amit aztán kedvedre szerkeszthetsz, azaz törölheted az idefeltett tartalmakat, kipipálhatod őket, illetve előre megadott kritériumok mentén változtathatsz a sorrenden is. Megjegyezzük, hogy webes kezelőfelületen nem lett volna rossz, ha az átrendezést drag and drop módszerrel is meg lehetne tenni, azaz akár egyéni sorrendet is létre lehetne hozni, de annyi baj legyen. A tartalmak nálunk minden eszközön szinte azonnal elindultak, függetlenül attól, hogy káveles net kapcsolatot, wifi vagy mobilnetet használtunk. Ez utóbbinál a szolgáltatás figyelmeztet arra, hogy nem wifi tervezünk streamelni, ennek engedélyezését pedig külön menüben kell eszközölni, ami már csak azért is helyén való, mert a stream valószínűleg zabálja a netet. Szintén ebben a menüben tudjuk majd módosítani a letöltés módját és minőségét, azaz, hogy a leggyorsabban vagy a legjobb minőségben szeretnénk -e letölteni a tartalmakat. A nézni valókat ugyanis a Gohoz hasonlóan letölthetjük tabletünkre és telefonunkra, hogy offline is tudjuk őket élvezni. Beállítástól függően ezek tényleg nagyon gyorsan, illetve kielégítő minőségben le is jönnek. A letöltött tartalmakat a profilunkon belül tudjuk menedzselni, vagy egyesével törölni őket, vagy egyszerre megszabadulni az összes letöltött tartalomtól, melyeket amúgy addig elveszhetünk, amíg az aktuális havidíjunk él. Lejátszás közben végre fennakadásmentesen tudunk előre és hátra csévélni a nézett tartalomban. A mozgó csúszka készüléktől függően más léptékben, illetve módon ugratja a filmet. A Samsung tv csak nagy, playstation -ön pedig változtatható gyorsasággal lehet csévélni a programban, míg telefonon és tableten érintéssel tudjuk odébb húzni előre vagy hátra a csúszkát. De nem csak tekerni lehet a nézet programban, hanem gombnyomásra előre és hátra is ugrani 15 másodpercet. Ez főleg akkor hasznos, ha véletlenül lemaradtunk egy fontos momentumról, vagy szimplán csak újra akarjuk nézni azt. Sorozatdara esetén hasznos kis funkció az, hogy a főcím átugorható, így például a jó barátok maraton során nem kell 30-szor is meghallgatni azt, hogy I'll be there for you egy idő után kezd a szem. A lejátszás nyelvét, illetve a feliratozás menet közben tudjuk kiválasztani, ez mondjuk nem annyira kényelmes dolog, hisz így csak egy tartalmat elindítva derül ki az, hogy milyen specifikációkkal rendelkezik. És hát érhet minket kellemetlen meglepetés, ugyanis hiába az HBO streameli a legtöbb magyar szinkronos tartalmat, azért akad tartalom, amin nincs magyar szinkron, de olyannal is találkoztunk, amin az eredeti hang mellett szinkron ugyan van, de magyar felirat például nincs, például a halálos fegyver filmek esetében. Maga a regisztráció pofon egyszerű. Ha rendelkeztünk HBO Go előfizetéssel, akkor azt az accountunkat elvileg automatikusan áthozhatjuk a maxra, ha bár ezzel kapcsolatban olvastuk, hogy egyesek fennakadásokba ütköztek. Mi magunk egy e accountot hoztunk létre, ami a szokásos adatok és a fizetési mód megadását követően azonnal életbe is lépett. Ez utóbinál választatunk bank Kártyás és örömteli módon paypalos fizetési módot. Mindkét esetben lemondásig havi szinten automatikusan levonásra kerül az előfizetői díj. ami március végéig a listáras 2390 forint, helyett mindössze 1590 forint per hó, ami bizony olcsóbb, mint egy mozi egy, de lehet választani éves előfizetést is, ami is szintén kedvezményes. Egy előfizetéshez amúgy több összesen 5 profil is csatlakoztatható, akár gyerekre kalibrálva is, ami azt jelenti, hogy bizonyos tartalmak nem lesznek elérhetők a számukra, amiket a besorolásuk alapján mi magunk szűrhetünk meg. A profilhoz képet is feltölthetünk, igaz, egyelőre csak a mobil alkalmazásban, ami azért elég kényelmetlen dolog. Amire szintén ráférne még az upgrade, az a kereső. Először is a nevekre, címekre meglehetősen érdekesen lehet rákeresni. Például, ha elkezdett beírni Kristen Stewart nevét, akkor a Kristennél bedob mindenféle találatot, például Kristen Wiig filmeket is, ami persze nem meglepő, de ha tovább írod a nevét, akkor még Kristen Stewartnál tartva is azt írja, hogy nincs találat, de ha már elérsz a Kristen Stewart-ig, akkor már listázza a filmjeit, ami egyrészt homlokráncolásra Másrészt minden nevet és címet pontosan és végig kell tudnod annak érdekében, hogy megfelelő találathoz juss, miközben más szolgáltatók elütés esetén is be tudják azonosítani a keresett szemét vagy filmet, illetve feldobnak kapcsolódó javaslatokat is. A másik hiányosság, hogy gyűjtő nevekre, országokra, minőségbeli kritériumokra és más jellemzőkre egyáltalán nem lehet rákeresni, pedig hasznos lenne, sőt, klassz lenne, ha a filmekhez, sorozatokhoz tartozó adatlapokon felsorolt nevekre kattintva, kilistázhatnánk minden hozzájuk tartozó tartalmat, ami megtalálható a felül. แล้วแล้วแล้ว A Go egyik nagy problémája a kezelhetőség mellett az volt, hogy a stream megbízhatatlan minőségű volt, meg amúgy is voltak korlátai, azaz a stream minősége gyakorta még a Full HD-t sem ért el. Indulás előtt többször hangoztatták, hogy az HBO Max akár 4 k minőséget, HDR-t és Dolby Vision-t, illetve Dolby Atmos hangot is kínálhat, ugyanakkor az nagyon hamar nyilvánvalóvá vált, hogy ebben a minőségben egyelőre nagyon-nagyon kevés tartalom érhető el. Az eredeti Matrix trilógián kívül ez a kínálat egészen pontosan a 2021-es és 22-es Warner filmekre korlátozódik, azaz alig kicsivel több, mint egy tucatnyi filmre. Ezek viszont kitűnő kép és hangminőséget képviselnek, megfelelő hangrendszerrel hibátlanul visszaadja az atmosz hangot, ami pedig a képet illeti, még a homogén felületek pixeleződését sem szúrtuk ki, amit eddig csak a jóval nagyobb bitrátájú UHD lemezeknek sikerült kibekelnie, és a konkurens szolgáltatók 4K streamjei rendre kiszúrhatók voltak. A gond csak az, hogy a 4K streambe a teszteléshez használt Samsung QLED TV-nek többször is beletört a foga. Többször is előfordult, hogy a lejátszás akadozott, a kép pixelekre esett szét, a hang pedig széttöredezett, a TV maga pedig két alkalommal konkrétan lefagyott a próba során, amire korábban még nem volt példa. Ez persze részben lehet a Samsung televízió hibája is, ami nem a makulátlan szoftveréről híres, de az is lehet, hogy egyszerűen nem bírja el a max 4K streamjével járó adatmennyiséget, azaz végül a többi szolgáltatóhoz hasonlóan az HBO is kénytelen lesz visszavenni a minőségből, a flott négykás 4 k lejátszáshoz, már amennyiben máshonnan is érkeznek panaszok. Ennél nagyobb hiba, hogy a PS5-re telepített applikáció nemhogy 4 k de full hd minőségben sem játsza vissza a tartalmakat, ami valószínűleg applikációs specifikus probléma, és remélhetőleg hamarosan orvosolják. Mint ahogy tényleg szükség lenne több 4 k tartalomra, ha harmadik féltől származó tartalmak esetében nem is, a Warner, a Max Originals és az HBO saját gyártású filmjei és sorozatai esetében mindenképp, de ezzel kapcsolatban szintén azt hallottuk, hogy bővülni fog a kínálat. Amúgy, hogy ilyen kevés a 4 k tartalom, az nem magyar jelenség. A Peacemaker vagy a Tenet példának okáért Amerikában is csak HD-ben streamelhető, csak hogy két példát említsünk. Ugyanakkor, ami a tényleges kínálatot illeti, azzal kapcsolatban egyelőre nem lehet panaszunk. Induláskor ezernél is több film, illetve 400-nál is több sorozat került fel a Max kínálatába, ami önmagában is lehengerlő eredmény, még úgy is, hogy az induláskor megszűnt gón voltak olyan filmek és sorozatok, amik a Maxra nem kerültek fel. Ellenben rengeteg olyan tartalom érkezett az új felületre, ami most először lett elérhető magyar vonatkozással az otthonunkban. Itt most elsősorban olyan Warner filmekre kell gondolni, mint a Dűne vagy a Matrix feltámadások, olyan Maxra szánt produkciókra, mint a Kimi vagy a Semmi Hirtelen Mozdulat, és az olyan Max Originals sorozatokra, mint a Peacemaker, a Hex a Pénzbeszél, a Zászlónk Halált Jelent, a Szerelemre Tervezve vagy a 11-es Állomás. A kínálat pedig folyamatosan frissül, mire ezeket a sorokat olvassátok, addigra talán az Átutazó című széria is elérhető lesz, jövő héten pedig érkezik a DMZ és a Minks katalógus tartalmak tekintetében is erős a kínálat, elérhetők friss és klasszikus filmek és sorozatok, no meg különlegességek is, például a halálos fegyver kvadrológia eredeti szinkronnal, igaz, az első részek hangminősége hagy némi kívánni valót maga után. A Max nem csupán saját címeket kínál, de harmadik féltől származókat is. Jelenleg mind a négy rivális stúdió filmjeiből találhatunk új és régebbi címeket a kínálatban, sőt a Sony esetében már köztudott, hogy a filmjei a mozik és a home videós megjelenés után az HBO kínálatában fognak debütálni, azaz a Maxon streamelhetjük majd elsőként többek között a Venom 2-t, a Morbiust, a Szellemírtók az Örökséget vagy a Pókember nincs hazautat. Remélhetőleg ezek a filmek már 4 k kerülnek fel a kínálatba. Viszont jobb, ha felkészülünk rá, hogy elvándorlásra is számítanunk kell, nem minden tartalom lesz mindig elérhető, és ezzel kapcsolatban nem lenne rossz, ha lehetne látni, hogy milyen újdonságok érkeznek majd a közeljövőben, akár heti bontásban is, illetve azt is, hogy mit meddig nézhetünk majd, hisz nincs annál rosszabb, ha egy épp darált széri egyik napról a másikra eltűnik a kínálatból. Úgy érezzük viszont, hogy ezek a hiányosságok mind-mind orvosolhatóak, és bízunk benne, hogy orvosolva is lesznek, és nem mire kifogyunk a nézni valóból, abból ugyanis már első blikre is végtelen mennyiség akad. Az HBO Max óriási előrelépés az HBO go képest, de a konkurens streaming szolgáltatók közül nem emelkedik ki, mármint felhasználói tekintetben. Tartalom, egészen pontosan magyar vonatkozású tartalom tekintetében viszont élen jár. Saját gyártású filmek és sorozatok minőségében pedig hozza azt, ami az egyik legnagyobb presztízsű kábelcsatornától csatornától elvárható. A kínálatban szereplő 1000 film és 400 sorozat valóban nem kis és a kisebb nagyobb hibák kiküszöbölésével további fejlesztésekkel rövid úton a legjobb streaming szolgáltatóvá léphet elő a Max ami árérték arányban már most is verhetetlen